Az elmúlt időszakban több nemzetközi szinten elismert szerb edzővel erősödött a Pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia fiú szakágának szakmai stábja, miközben a mecsekiek utánpótlás csapatai járják Európát. Nemrégiben például komoly skalpokat is gyűjtöttek be Németországban és Szlovéniában is. Zalai Zoltán szakmai igazgató helyette szerint a külföldi trénerek nem csak a felkészítésben, hanem a nemzetközi versenyeztetésben is új kapukat nyithatnak ki. Én azt hiszem, hogy ahonnét ők jönnek, egy olyan kosárlabda kultúrát hoznak, amitől mi lemaradtunk az elmúlt 30 évben, és ezt próbáljuk ezzel ellensúlyozni többek között. Nagyon sokat lehet tőlük tanulni, természetesen mi is azon vagyunk, hogy egy idő után ez a trend megforduljon. Akiket meg tudtunk szerezni magunknak, azok mind olyan kvalitással érkeztek, ami a mi rankingünket emeli. Tehát gondolok itt arra, hogy egyszer egy olyan kapcsolatrendszer hoztak magukkal, amit mi nagyon nehézkesen tudtunk volna csak megoldani. Ez mind a napi munkában, mind pedig a nemzetközi megméretetéseknél szerintem kamatozni fog, és már kamatozik is. Precizitásban van különbség többek között, tehát az a precizitás, az a fegyelem, amit ők bevezettek és megkövetelnek, az nem minden magyar utánpótlás edzőre igaz, illetve az a szakmai felkészültség, amivel ők ide érkeznek, az is megsüvegelendő. Tavasszal szintén szakmai igazgató helyettesként csatlakozott a klubhoz Nenad Runić, aki FIBA instruktorként és a Szerb Szövetség mentoredzőjeként is dolgozik. Trunić közbenjárása nyomán a nyár óta a szerb U16-os válogatott másodedzője Bojan Salatić is Pécset kezdett dolgozni. A kadét korosztályt vezetőedzőként irányítja és segíti a juniorokat is. Amikor először beléptem ide, a Nemzeti Kosárlabda Akadémiára, azonnal tudtam, hogy ez remek hely, ahol minden adott a minőségi munkához. Ezek a mindent kielégítő körülmények, amelyeket Pécsen biztosítanak a fiataloknak, európai szinten is egyedülállóak. Emellett nyilvánvalóan Rád Géber László személye is vonzó volt számomra, hiszen a szakmai eredményei mellett a felkészültsége is elvitathatatlan. Fiatal edzőként én is sokat tanulhatok tőle. De persze, amikor nyáron idejöttem, a szerb mesteredző Nenad Trunić hívó szava is sokat jelentett. Mr. Nenad Trunić. Azt látom, hogy nagyon jól szervezett akadémiai rendszer működik Pécset, de persze mindig lehet javítani a képzés különféle területein. Ezen dolgozom én is, ahogyan az edzői stáb minden tagja. Ez persze nem könnyű feladat, hiszen gyerekekről beszélünk, akik napról napra változnak, mind fizikailag, mind mentálisan. A mi dolgunk, hogy ezt a folyamatot megfelelően kövessük és segítsük őket a fejlődésben. Nemzeti Akadémia lévén az a célunk, hogy a fiatalok majd nem csak a hazai, hanem a nemzetközi porondon is megállják a helyüket. Szerb kollégáimmal azért jöttünk, hogy a tapasztalatainkat megosztva a minőségi edzésmunkában is pluszt adjunk, így hosszú távon a magyar kosárlabdasport is előreléphet. Ennek nyomán csökkenhet a lemaradás az olyan nagyhatalmaktól, mint például Szerbia. A legjobbakhoz képest egyelőre elsősorban a játékosok fizikai paramétereiben látom a különbséget. A szervezettség, az akadémiai rendszer és a profi edzői stáb itt is megvan, a körülmények is adottak, és ugyancsak rendkívül pozitív, hogy Magyarországon milyen mértékben támogatják a kosárlabdázást. Az őszi szezon elején a pécsi fiatalok több az európai élvonalba tartozó klub korosztályos együttesével is összecsaptak. Szeptemberben a Bayern Münchennél vendégeskedő serdülő és kadétcsapat 2-2 alkalommal legyőzte a bajorokat. Nagyon jók ezek a nemzetközi mérkőzések, mert erősebbek a csapatok, fizikálisabbak és sokkal jobban fel tudunk készülni a magyar mérkőzésekre. És így, hogy erősebbek, így mi is többet tudunk fejlődni. Hatalmas élmény volt ilyen csapat ellen játszani, mint a Bayern München, és nagyon jó csapatuk volt, nagyon jók ott is a körülmények, szóval nagyon nagy élmény volt mindenki számára. Az augusztust elég szépen zártuk le ebben a müncheni túránkkal. Sikerekben gazdag volt München, többször tudtunk meccseket győzni, leginkább a védekezésünkön alapult. A kadétok sikeres német kalandja után a juniorok a Partizán Belgrád együttesével mérkőztek meg idegenben, míg a serdülők 3 meccses szlovéniai túrán vettek részt. Én azt hiszem, hogy megerősíti, hogy jó úton járunk. Nagyon fontos a kiválasztás,
és büszkén mondhatom, hogy most már olyan játékosokkal tudunk dolgozni, akik már tényleg kiválasztás eredményeként kerültek hozzánk. Ez egy jó motivációt ad az edzőinknek is, és megmutatkozik az elért eredményekben is, hogy nem kell nekünk feltartott kézzel menni külföldre. Nem csak a müncheni tornát tudom említeni, most voltunk az U14-esekkel egy szlovéniai túrán, ahol mind a három mérkőzésünket megnyertük, utoljára például az Olimpia Ljubljanát tudtuk verni. Aztán az U18-as fiaink kim voltak egy hete Belgrádban, és játszottak a U18-as Partizan Belgráddal, és 10 ponton belül tudtak velük játszani. Tehát én azt hiszem, hogy ez a jó irány, és hát azon dolgozunk, hogy minél több ilyen megméretetés része lehessen a mi csapatainknak.